Kokányban április 29-én ünnepi testületi ülésen került sor a testvértelepülési szerződések aláírására, Szárazajta, Nagyzerind és Okány között. A testvértelepülési kapcsolat egy erős kötelék, mely két települést fűz egymáshoz. Szárazajta településhez már 20 éves kapcsolat fűzi Okányt. Péter Attila Szárazajta képviseletében szólt az ünnepi ülésen, méltatva az elmúlt közös 20 évet. Beszédének mottója volt: élni ott, hol születtél, sokszor nehéz, de érdemes. Komlósi Róbert, Nagyzerind alpolgármestere röviden szólt az ott élők helyzetéről, életéről. A vendéglátó polgármester Fekete Zoltán ajándéka volt a bekeretezett együttműködési egyezmény, melyet átadott a vendégek képviselőinek. Az egyik az Erdély szívébe, Kovászna megyébe, Szárazajta település, egy 800 lakosú település, 98%-ban magyarok lakják. A másik pedig itt a Partiumban, Arad megyében Nagyzerind település, 1800 lakosával, és szintén több mint 90%-ban magyar lakta településsel. Ma kiemelten fontos szerepet kell kapjanak a határokon átnyúló európai kapcsolatok. Ennek része a ma aláírásra került együttműködési egyezmény is. Én azt gondolom, hogy ma, amikor itt Okányban a testvértelepülések találkoztak akkor, és egy Otthonunk Békés megye programmal került összekapcsolásra, ez egy nagyon fontos kérdés. A soron kívül testületülésen is fölmerült, hiszen mint Okánynak, a megyei önkormányzatnak is kiváló kapcsolata van mind Arad megyével, mind Kovászna megyével. Én azt gondolom, hogy itt a határ mellett lehetőség ma az, hogy komoly kapcsolatokat építsünk ki, és ezt ki is építettük. Arad megye vonatkozásában és Bihar megye vonatkozásában is kiváló projektek vannak előkészítés alatt, hiszen rajtunk is múlik, hogy az európai forrásokat milyen arányba és hogyan tudjuk lehívni, milyen fejlesztési elképzeléseket tűztünk, és ebből mit tudunk megvalósítani.